A karintiomás célja felhívni a figyelmet a szerbiai iskoláztatási rendszer működésének előnyeire és hiányosságaira. A darabban a kisiskolás gyerekek karakterei elevenednek meg. Én voltam a másoló gyerek. És mi a másoló gyerek szerepe? Hát az, hogy másolja, amit a többik írnak. Az előadás inkább a humor eszközeivel mutatja be a gyerekek számára is jól ismert mindennapos szituációkat. Hát igen, történt néhányszor az iskola az osztályomban, amikor kihívja a tanítani az egyik diákot, és semmit sem tud. A darabot elsősorban Karinti Frigyes Tanár úr kérem című műve ihlette. Gondolkodtam, hogy hát, tulajdonképpen nem mindig jó, hogyha csak vendégszövegekből áll egy előadás, hanem kell, hogy legyen egy mag, ami köré ugye egy kerettörténetet tudunk készíteni, de azért karinti kisgyerekeknek ezek általános iskolás alsósai, azért nehéz a szájukba adni. És akkor ezt kellett adaptálni, és tulajdonképpen az ő korukhoz átírni. A Színes Szilánkok Diák Színpad az Májátékok szervezőinek meghívására hozta el az előadást a népszerű rendezvény sorozatra. A darab a közönség tetszését is elnyerte.